2019-es év az nekem a majdnemeknek az éve, majdnem aranyérmeké. Ahogy a világkupa sorozat elindult, ott először egyéniben kezdtem el gyűjtögetni az ezüstérmeket, Szeuli Grand Prix versenyen 15-14-re kikapva, madridi világkupa versenyen, illetve bocsánat, még a legelső a kairói Grand Prix verseny volt, ahol ezüstéremmel végeztem. Majd a csapat is bekapcsolódott a budapesti világkupán, az Európa-bajnokságon, és a második helyet szereztük meg, és itt ugye legvégén a világbajnokságon is ezüstéremmel kellett, hogy beérjük, úgyhogy nekem a 2019-ben majdnem összejöttek a dolgok, és hát remélem, hogy 2020-ban meg majd ténylegesen össze is fognak jönni. A London és a Rio olimpia előtt sem futottam tökéletes éveket, sőt, a világbajnokságokon mind a kétszer hatodik helyezést értem el az olimpiát megelőző évben. Ugyan 2015-ben megnyertem az EB-t egyéniben, de hát nem az volt az évnek a legfontosabb versenye. A világkupákon ugyanúgy gyűjtögettem az érmeket, ott tudtam lenni a legjobbak között, de valami hiányzott, és ezt rendre az olimpia évében sikerült pótolni, úgyhogy ebben bízhatok. A csapattal nagyon jól haladt a felkészülés, és jól halad a tokiói olimpiára is. Én úgy gondolom, hogy megértettük azt, hogy mi az, amiben fontos együttműködnünk, és egyetértettünk abban, hogy hogyan építsük fel ezt a csapatot, kinek mi a feladata, funkciója ebben a csapatban. Névlegesen van egy Szatmári Andisunk, aki középen vív, aki a befejező asszú előtt kell, hogy megcsinálja a tus előnyt, és ezt rendre meg is tudja csinálni. Van egy gémesi csanádunk, akinek nagyon stabilan kell az első pozícióban vívnia, nem kell neki az összes asszóját hátrányból megfordítva megnyernie, vagy 5-0-ra hoznia, hanem azokat a pici aprókat kell hozzátennie, és amikor esetleg elfárad, vagy már szükség van váltásra, akkor Deci Tominak kell tudni beállnia, és egy-egy asszót a lehető legjobban megvívni. Nekem pedig az a feladatom, hogy az utolsó tust én adjam, a 45-et, ez egy egyértelmű, talán ez a legobjektívebb feladatkör az enyém, és ez úgy néz ki, hogy működik. Majdnem világbajnokok lettünk, 45-44-re, egyedül én nem tudtam a feladatomat teljesíteni, de ott voltunk a kapujában. És másodikak vagyunk a világranglistán, a kvótánk az szinte biztosnak tekinthető, úgyhogy én úgy gondolom, hogy jó úton haladunk. Nem arra építjük a felkészülésünket, hogy bármelyik válogatott ellenfelünk, vagy egyéni ellenfelem majd megrogy az olimpia terhe alatt, de biztos vagyok benne, hogy ilyen elő fog fordulni, mert az öt karika az mindenkit más lelki állapotba hoz. Ugyanakkor a legerősebb ellenfelekre számítunk, elsősorban a kóraiakra. Az elmúlt két világbajnokságon egyéniben és csapatban is kórai élet az aranyérem, vagy a kóraiak élet az aranyérem. És biztos vagyok benne, hogy ők nagyon-nagyon kemény ellenfelek lesznek Tokióban is, elsősorban Okszanguk, aki most ugye vezeti is a világranglistát, egyéni világbajnok. De nem szabad elfeledkezni a többiekről sem, tehát nem csak a koreaiak az ellenfeleink, van egy amerikai Eli Dörsvéc, ott van a németeknél Max Hartung, az olaszoknál Luca Curatoli, orosz ellenfelek, francia ellenfél, sok-sok jó egyéni vívó és erős csapat ellen kell felkészülnünk. Jellemzően az olimpián nem a nagy visszatérésekről szokott szólni, hanem egy-egy meglepetés lenni, de azok jellemzően inkább vagy a fiatalok, vagy azok, akikre nem gondolna az ember első vagy második körben is, ugye. Az, hogy Daria Homerre vívtam Rióban a döntőt, vagy hogy az Okudzi volt az ellenfelem Londonban, ez mind a kettő meglepetés volt. És biztos vagyok benne, hogy lesz valami hasonló Tokióban is. De hogy ki fog tudni odaérni, ezt nagyon nehéz megmondani.
8 éve érzem azt, hogy az ellenfelek ellenem 120%-ot próbálnak nyújtani, és engem jobban meg akarnak verni, mint másokat. Ezzel megtanultam együtt élni, sőt, ez engem is motivál, ez egy jó dolog. Biztos vagyok benne, hogy jól fel fognak ellenem készülni Tokióra is. Az a tudat viszont egy picit megnyugtat, hogy most azért nem én vagyok a reflektorfényben. Van egy egyéni világbajnokunk, ott vannak a világon is a legelején viszonylag új nevek, vagy menő top nevek, és azért szerintem leginkább rájuk fog fókuszálni mindenki. Én már nem tudok arra appellálni, hogy ismeretlenül az ellenfelemet meglepve tudok megnyerni a szót. Nekem azzal kell készülnöm, hogy belőlem felkészültek, hogy engem ismernek, hogy engem kivideóztak, hogy edzésen gyakorolták a különböző akciókat ellenem, de ez igazából csak azt jelenti, hogy a saját hibáimat jobban kell ismernem, mint az ellenfél az enyémeket, és tudnom kell, hogy ők mire készülnek, mivel akarnak engem meglepni, megverni, és akkor már is ellenük fordítottam a saját fegyverüket.